Most még csak a szövegkönyvek vannak az asztalon a Móri Zsigmond Színház kamaratermében, de ezeket a sorokat hamarosan a nézők is hallhatják a színészek tolmácsolásában. A Kripli című Martin McDonagh drámát Halasi Dániel állítja majd színpadra. A rendező eddig csak gyermekdarabokat készített a nyíregyházi társulattal, most azonban egy fekete komédiára vált. Az biztos, hogy most azért a jelen helyzet mellett nem lehet olyan könnyen elsiklani, hogy mégis túl vagyunk egy ilyen kényszer megálláson két hónap után. Nem éppen most nyitnak újra a dolgok, hogy ez kiben hogy csapódott le, hogy mi az, amiben változtatni szeretnénk egy picit akár a munkamódszerünkön. Ráadásul most egy ilyen nyári szünet előtti utolsó próbaidőszak lesz. Nincsenek előadások, tehát szabad az egész társulat is tudunk dolgozni, tehát teljes napjaink vannak. Úgyhogy biztos azt gondolom, hogy egy ilyen kényelmesebb, beszélgetősebb és rávezetősebb próba folyamat lesz ez, mint amikor a hajtás van. Tehát, hogy szerintem most ez mindenkinek egy ilyen újraéledés szerűség. Abban biztos, hogy izgalmas ez a produkció, hogy mint általában a Martin McDonagh daraboknál van egy eléggé zárt világ, és szerintem ezt az egész zárt világot, ezt most nagyon-nagyon megtanultuk. Ez a szünet nem csak a szöveg megérését tette lehetővé, de a rendező szerint inspirálni is fogja a társulatot a próbák során, hogy hitelesen állítsák majd színpadra a karaktereket. A társadalmat jól szimbolizálja a megjelenő karakterek sokszínűsége, már ami az életkorukat illeti. Bár csak néhány szereplővel dolgozik a szerző, a 16 évestől a 91 néhány évesig minden korosztály megjelenik majd a színpadon. Ez azért alakulhatott így, mert ez egy annyira zárt világ, egy írországi kicsi szigeten játszódik, ahol innen inkább csak elmennek a fiatalok, tehát az átlag életkor az egy idősebb korosztály. Én azt gondolom erről, hogy különösebben ezzel nem kell szerintem mit kezdenünk. Szerintem akkor működik ez a fekete komédia, ha erre nem nagyon rakunk rá semmiféle külsődlegességet. Ráadásul egy annyira erős szövegről van szó, hogy ezt úgy érzem, hogy hagyni kell élni, és most az a feladatunk, hogy ezt a szöveget a színészek minél jobban a saját magukévvel varázsolják, mert Varró Dánielnek a fordítása még külön ad egy különös ízt ennek a történetnek. A rendező pozitív fogadtatást vár a nyíregyházi közönségtől. Ő úgy tapasztalta, hogy a gyerekdaraboktól kezdve a zenés vígjátékokon át a mély drámákig mindent szívesen fogadnak a nyíregyháziak, így a most még üres nézőtéri székek biztos, hogy megtelnek majd kíváncsi szemekkel.